Szevasztok, srácok! Egy kis saját építési modellt szeretnék bemutatni nektek. Erről nem csináltam építési naplót, ugyanis nagyon gyorsan meglett. Egy kis pályakocsit láthattok, vagy PVG, úgy is hívták annak idején őket, tehát pályavágány gépkocsi. Ez ilyen kis pályafenntartós járgány volt, vagy hát igazából nem is pályafenntartós volt, hanem ugye főnökök utaztak ezzel, meg ilyesmi, tehát ez egy ilyen 2-3-4 személyes kis járgány volt, ilyen motoros hajtán gyakorlatilag. Hát ugye manapság már nem közlekednek ilyenek, keskenyomközű vasutakon még szoktak néha-néha ilyenekkel járkálni. Ugye eredetileg ezek zöldszínűek voltak, sárga is volt belőlük valamikor néhány darab. Ezt most én sárgára festettem, ugye PVC-ből készült, illetve vékony drótokból. Láthatjátok, nem egy nagy valami. Igazából a kerekeit pedig ilyen csavarokból készítettem el. Jó pici egyébként, hogyha megnézitek, ekkora az ujjam. Tehát körülbelül így fel meg a valóságnak ez a méret. Úgyhogy hát már egy túl bonyolult szerkezet, de gondoltam, hogy egy videót csinálok nektek róla, hogy egy ilyet is építettem. Igazából új drótot szereztem be, és azt teszteltem. Mert ugye korlátokhoz ez a drót, ez jó lesz, és kipróbáltam, hogy hogy lehet összeragaszgatni. Erre jó volt ez a kis modell, hogy ezt kísérletképpen megépítsem. Írjátok meg a véleményeket egyébként, ez csak ilyen rövidke videó lett volna. Én köszönöm, hogy velem voltatok, szevasztok!